A toborzó idejére most is lezárták a Kossuth, valamint Eötvös teret. Itt vasárnap 16 óráig csak gyalogosan lehet közlekedni. A forgalomkorlátozás miatt a Petőfi és Árpád utca közötti szakaszon két irányban haladhat a forgalom az elkövetkező három napban. A szombati hagyományőrző felvonulás idején a Rákóczi utat teljes hosszában lezárják a forgalom elől. A toborzó idején egyes buszjáratok útvonala is módosul. A Volánbusz tájékoztatása szerint az érintett járatok vasárnap 16 óráig közlekednek terelt útvonalon, és nem érintik a PEVDI, a Síp utca és a Piac tér megálló helyeket. A posta megálló helyet érintő járatok pedig csak az autóbuszállomás felé érintik a víztorony megálló helyet. Kérik a lakosságot, hogy a rendezvény időtartama alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek a belvárosban, illetve figyeljék a kihelyezett terelőszalagokat, és kövessék a rendezvényt biztosító jelzőrök utasításait.